A Warner leforgatta az öngyilkos osztag csajos változatát, amely nem az emancipációról szól, hanem tulajdonképpen nem szól semmiről, de legalább jó hangos. Lássuk mennyire. Itt volt már az ideje annak, hogy a szuperhős filmek ne a maszkulin egymásnak feszülésről, meg a koedukált hősök közötti romantikázásról szóljon. Legalábbis a DC Warner szerint, amely a ragadozó madarak képében csatasorba állította a modern képregényfilmes történelem első csajcsapatát. Legalábbis úgy hittük nagy naivan, hogy ezek a hölgyek majd jól összeállnak, de leginkább csak összeverődnek, azt is csak tessék-lássék. Persze a fókusz Harley Quinnen meg az ő nagy emancipációján van, a gond csupán az, hogy a karakternek nem igazán van szüksége a függetlenedésre, hisz jó formán már az öngyilkos osztagban a saját útját járta. Hiába próbált őt Amanda Waller mindenféle nyakba szerelt bombákkal, Joker meg kellemetlenül bevágott kameózgatások képében terelgetni. Harley már akkor is öntörvényűnek tűnt, erre a káoszra a ragadozó madarak maximum csak rátehet egy lapáttal. Tyű, de mennyire rá is tesz. Még a film mesélőjének is őt teszi meg, aminek köszönhetően a történet össze-vissza ugrál az idősíkok között. Hősnők meg Deadpool-szerűen cukkolja a közönséget azzal, hogy ez az ő sztoria, úgy meséli, ahogy akarja. Mondanunk sem kell, a kavarásra leginkább azért van szükség, hogy ne tűnjön ki azonnal, mennyire csupasz, mennyire egybites is a ragadozó madarak sztoria. Van egy nagy értékű gyémánt, ami önmagában nem túl érdekes csecsebecse, ezért köré csomagolnak egy kislányt, Cassandra Cain-t, aki történetesen ellopja és lenyeli azt. Na most ezek után ráhajt fél Gotham köztük Roman Sionis-szal, a piperkőc gangsterrel, ám végül Harley Quinn találja meg előbb, rá viszont meg Gotham másik fele vadászik, mióta kiderült, hogy már nem élvezi Joker védelmét. Jokerrel szakítottunk. Tulajdonképpen a vadászat jelenti a film valamennyi mozgatórugóját. Vadásznő, No Man's Tomen is célpontokat keres múltbéli sérelmei miatt, René Montoya nyomozónő meg bűnözőket kíván lefülelni, csupán az énekes nőből gangsterek sofőrjévé vedlett Fekete Kanári az, akit a körülmények meg a nagy szíve sodornak az események útjába. Végül aztán összeverődnek ők négyen plusz Cassandra, de csak a nagy fináléra, amely úgy néz ki, mintha a Batman és Robin cirkuszi akció jeleneteit látnánk újra megelevenedni. Nem is igazán az összeverődéssel van a gond, hisz a legnagyobb haveri társaságokat is gyakorta a véletlenek szülik, még csak nem is a kaotikus történetmeséléssel, hisz az jól illeszkedik Harley Quinn zűrös világképébe, hanem azzal, hogy a történéseknek nincs alja, nincs teteje, de még súlya se, mintha csak egy audiovizuálisan felturbózott egész estés kaszkadőrsót látnánk, melyben dublőrök tucatjai vetik magukat hölgyeink, többnyire persze Harley karmaiba, és hullanak szanaszét, mint a rongyzsákok. Nem mókás, mint egy pizsama party! Rendeljünk pizzát! Koktélozzunk! Harley, harcolj! A harc koreográfiához hasonlóan a forgatókönyv sem próbál meg súlyt kölcsönözni a figuráknak. Vadásznő egész családját kiirtották, de ez teljesen mellékes ahhoz képest, hogy nem tud normálisan bemutatkozni. Ez a motivum amúgy vicces, jegyezzük meg. Nem tudjuk meg, honnan jött Fekete Kanári, és hogy szerezte azt a bizonyos tulajdonságát. Roman Sionisról sem derül ki több annál, hogy minimum két kapura játszik, szélsőségesen kommunikál és néha szeret maszkot ölteni. Rettenetesen sovány a figura, szerencsére az excentrikus ikuságában fürdöző Ewan McGregor azért kihozza belőle, amit lehet. A film Victor Zsasz figurájával szemben is hálátlan, de a kriminálisan alulértékelt Chris Messina még őt is már-már emlékezetessé varázsolja Sionis életveszélyes, egyben főnökébe szemlátomást fülig szerelmes segédjeként. És tulajdonképpen magáról Harley Quinnről sem derül ki sokkal több minden azon kívül, hogy igazából csak barátokat szeretne magának. Még az intróban látható rövid animációs flashback is többet árul el a karakterről, mint maga a film. Belenézhetünk kaotikus kis életébe, megcsodálhatjuk a manérjait, de mindez csak a felszín, aminek a film nem tud vagy nem akar a mélyére ásni. Nagy kár ezért, ugyanis a maga őrült módján a ragadozó madarak is lehetett volna egy olyan karaktertanulmány, mint amilyen a Joker volt, mindezt úgy, hogy a körítésből sem kellett volna visszavennie. Persze a filmnek így is megvan a maga célja és célközönsége. Biztosak vagyunk abban, hogy ha 12 éves lelkű kislányok lennénk, akkor a ragadozó madarak lenne a világ legjobb filmje, és talán ezért is lett volna menő, ha az egész filmet a kis Cassandra szemszögéből mesélik el. Neki biztosan jobban elhittük volna ezt a sok harsány és túldimenzionált figurát, akik rajzfilmszerűen béna akciójelenetek közepette csépelik a szembejövő gangster karikatúrákat. Így viszont a film nem több egy könnyed, gyors éttermi menünél, aminek elfogyasztása után maximum csak az a glitter marad emlékezetes, amit még hetekig köpködünk magunkból.
Margot Robbie manírjainak és a film excentrikusságának hála Harley Quinn figurája továbbra is a farsangok kedvence marad, maga a ragadozó madarak viszont egyáltalán nem emlékezetes darab. Cselekménye cérnavékony, figurái papírmasék, a poénok és az akciók csak néha találnak be, és stílusában valahol az öngyilkos osztag és a Batman és Robin között helyezkedik el. Szerencsére mindkét filmnél jobb, már csak azért is, mert egy dolgot azért elég komolyan vesz, azt, hogy kaotikus legyen.